Így kezdtek neki a munkának a böllérek szombat reggel 7:30-kor. A nemzetközi böllér találkozó helyszíne a Csanádpalotai Művelődési Ház udvara volt. A rendezvényt uniós önkormányzati és vállalkozói támogatással finanszírozták. A találkozót már 11. alkalommal rendezték meg. Előtte, mint nagyközség, utána, mint városként, én azt gondolom, hogy ezeket a hagyományokat őrizni kell, és úgy látom, hogy ilyen szép számba, ilyen nagy csapat még soha nem jelentkezett erre a versenyre, hiszen vannak Szerbiából, Romániából csapatok, Magyarországról vannak csapatok, helyi csapatok vannak, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon színvonalas ünnepség lesz, és holnap meg lesz a palotai karácsony, ami szintén ebből a sertésből, amit ma levágnak, ebből fogunk pörköltet főzni, holnap 850 embert fogunk majd megvendégelni avval, amit azt gondolom a településnek közel az egyharmadát jelenti. A böllér találkozóra Pécskáról, Gyertyámosról, Padéról és a romániai nagylakról is érkeztek. Összesen 8 csapat jött határon túlról. Családpalotának az is jellemzi a múltját vagy a jelenét, hogy körülbelül 6-7 határon átnyúló pályázat, ami több százmillió forintot jelentett az elmúlt időszakban. Ezt szeretnénk folytatni, hiszen most van egy újabb település is, kisjelenő települése, ahol a lakosságnak körülbelül 9000-en laknak és 14000 munkahelyet tudtak teremteni. Most inkább a vállalkozásfejlesztés irányába fordultunk el, és várjuk azokat a lehetőségeket, ami olasz, német befektetők által meg tudunk teremteni. A munkából kivették részüket az asszonyok is. Az asszonyoknak a hagymát megpucolni reggel, a vérit megfőzni, aztán megcsinálni a máját, meg a töpörtőt a kemencébe megsütni. Ez a nekünk a reggeli, utána a leves lesz, tére meg hurkát, meg kolbász sütni ebédre. 3 órakor lesz az ebéd, és akkor kell megsütni mindent, megcsinálni mindent. Megabáljuk a vért tiszta vízbe, és akkor aztán összedaraboljuk és hagymás. Hagymán megtiszteltük a hagymát előre, és akkor ebben összekavarjuk, teszünk bele majorannát, borsot, mindent, és akkor heten vagyunk, ez végig volt egyszerre mindenki. Úgyhogy nagyon össze vagyunk szokva, tudja mindenki, hogy mit kell csinálni, hogy mit. Nagyon, mert szeretjük csinálni az igazság. A Csanádpalotai Böllér találkozón készült hosszabb anyagunkat december 24-én este láthatják képernyőnkön.